Szép jó napot kívánok, hölgyek és urak! Egy kis műsorváltozással, de azt gondolom, hogy így is nagyon jó kis beszélgetés lesz. Mészáros Béla és Kerekes József a vendégeink. Melyik? Így. Na, hogy sikerült a beazonosítás? Igen. Szóval, egy kicsit beszélgetünk, mert mind a két úrnak van kötődése Újbudához, az egyiknek kisebb, a másiknak nagyobb, de aztán egy kicsit próbálunk beszélgetni egyéb dolgokról, és sok időnk nincs, mert aztán a nagy színpadon mindenféle zene van, úgyhogy gyorsan kérdezem is az urakat, hogy na akkor erről a kis újbudai kötődésről. Gyors kötődés? Gyors. Akkor ér. Hát én Tőzsgyökeres Újbuda, most én ezt mindig kevertem a Lágymányos Kelenföld, szerintem én lágymányosi vagyok. A nővérem is, én is ide születtem, nővérem gyermekei, unokái ide születtek a Tétényi úti kórházban, nem ide, hanem ott születtek és szültek. És az én drága icipici feleségem, aki szintén itt van egyébként most a nézők között, ő is itt született, és ő is itt szülte meg a két csodálatos gyermekünket. Hát csak ennyi, és én ide jártam a Váli úti általános iskolába, a Kafkába, az most a József Attila, az most a József Attila, és az most a Szent Margit, de az épület ugyanaz, csak a neve és egyéb körülmények változtak, de egyébként oda jártam. De hát ez tény. Hát ez... Nincs is mit tagadni ezen. Tehát én gyakorlatilag itt nőttem föl, én 32 éves koromig itt éltem a Fehérvári úton. Sőt, még ezt mindig keverem, hogy az most MAFC vagy Beac pálya volt, de azt hiszem MAFC volt, ami most az Allé, azt az megelőzően, Beac. Beac. Tehát én még általános iskolából oda jártunk ki a kis stadionba futni a stadion, és sírt a lelkünk, hogy ott most egyszer csak fölépül egy impozáns bevásárlóközpont, ahol persze tátott szájjal néztük a mozgó lépcsőt, hogy hát ilyet még nem láttunk, ugye az volt a budai skála, igen. És utána abból lett az Allé. Igen. És még oda jártam a macskaköves igazi klasszikus békebeli piacra, ahol folyt le a trutty, és büdös volt, és minden, de hát az igazi piac volt a Fehérvári úti piac, ami aztán egy ilyen gyönyörűen megcsinálták, fedett meg mi egymást. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én Pilisvörösváron nőttem fel, 18 évig ott éltem, aztán költöztem Pestre. Persze most nem fogom ezeket elmondani, sok helyen laktam Budán is, Pesten is. Én 13-ban költöztem a Feneketlen tó mellé, a Dávid Ferenc utcába, Móri Zsigmond körtére, fantasztikus éveket töltöttem ott el. Igazából 13-tól körülbelül 19-ig voltam ott, 6 évig éltem ott. Ez a mai ott. Napig emlegetik ott a környékbeliek, hogy itt lakott a Béla. Igen, sokat futottam akkor Feneketlen tó körül. Igen, igen, hát amikor a programot szerveztük, és kérdezték tőlem a kollégák, hogy kit hívjuk meg, hát gyerekek, a Mészáros Béla itt fut állandóan a tó környékén, tényleg így történt, hát akkor hívjuk meg, hát milyen jó lenne, ha eljönne, és eljött. Egy kicsit arról is beszéljünk, hogy az urak azok, hát gyakorlatilag le se jönnek a képernyőről, meg folyamatosan színházban játszanak, sorozatokban, meg... Igen. Szóval, hogy mikor éltek, amikor folyamatosan ilyen színészi feladatok várnak rátok? Próbálok. Én például, ha már a sport, a futásról beszéltünk, reggelente járok focizni kedden csütörtökön a színész válogatottban, például akkor tudok élni, de éjszakánként, amikor este hazamegyek. Most nekem egy elég terhelt időszak van, de inkább a színházban, most 23-24-eket játszom egy hónapban, ami azt jelenti, hogy akkor 5-6 napot tudok otthon lenni este. De ez változni fog, mert egyébként majd nyáron gyermekem születik. Éljen. Köszönöm. Kislány lesz, Vilma. És kértem is az igazgatót, Márti Gábor, beszéltünk, hogy akkor jó lenne, hogyha a következő évadra csak egy bemutatom lenne, mert akkor legalább otthon tudok lenni egy fél évet. Úgyhogy ez kicsit nyugodtabb időszak lesz majd. Én meg baromira ráérek mostanság, de tulajdonképpen most már nem itt lakom a kerületben, de a szomszédvárban tulajdonképpen két utcával lejjebb, az még mindig a 11. kerület, mert kiköltöztünk Budaörs Kamaraerdő, és tehát mi a Kamaraerdei részen lakunk, családi házban, tehát igazán nem panaszkodom. Tehát amikor éppen ráérek, akkor sem unatkozom, mert most már hát van a két gyerek, a kutya, meg a kert, úgyhogy el vagyok. És milyen most színházban játszani? Mennyire könnyű, vagy mennyire egyszerű abból a szempontból, hogy hát mindig más a figyelem a színház iránt, hogy 10 éve, 5 éve, most, vagy egy kicsit aggódtok amiatt, hogy milyen lesz 5 év múlva színházban játszani?
Ezek, arról sokat lehetne beszélni. Emlékszem, amikor a színművészet jártam, akkor a Máté Gábor volt az osztályfőnököm, és ő mondta, hogy na majd, hogyha színházban próbáljátok ezt a jelenetet, ha akkor még lesznek színházak, akkor mondjuk a Midi Borúsabban látta a képet, de hál' Isten van, meg nem panaszkodhatok szerintem, hál' Isten, ahol játszom a Katolikus Színházban, ott sokan járnak, és igazából szinte mindig telt ház van. De vannak persze olyan időszakok, amikor főleg a Covid, ugye, az is visszavetette, meg még sok más probléma is volt. De én azt látom, hogy az embereknek nagy igényük van a színházra, és sokan jönnek még most is. Remélhetőleg majd jönnek is majd. Jóska, te nagyon sok színházban megfordultál. Hát igen, annyira nem, mint egy-két kollégám, de valóban. Meg hát az, hogy ugye én 84-ben kezdtem főiskolásként az akkori Nemzeti Színházban, ott a Hevesi téren, és hát tehát az első fellépésem Lukács Margitka és Szemes Mari mellett állhattam a színpadon. Tehát igen, az más volt. Amikor én gyerek voltam, és én a fejembe vettem, hogy színész akarok lenni, akkor azért más volt a társadalmi, vagy a megbecsültsége, vagy a rangja. Tehát a Víg Színházban töltötted a leghosszabb időt, nem? Nem, a Kamara Színházban ott voltam 19 évet. A Vígben voltam 6-ot, József Attilában 2-t, és a főiskolával együtt 6-ot a Nemzetiben. De szóval azt gondolom, hogy egyébként, amit a Béla mond, hogy tényleg csoda, hogy évről évre egyre összeszűkültebb gyomorral nézünk a jövőbe, hogy lesz-e néző. A körülmények, az anyagi és egyéb körülmények állandóan romlanak, és attól tartunk állandóan, hogy hát ezt meddig fogja bírni a néző. És egyelőre tényleg csoda, hogy kitartanak a színház mellett, és jönnek. És tulajdonképpen minden színház elmondhatja azt, hogy időnként persze hullámok vannak, amikor bejön a jó idő, akkor többen mennek le ki a kertbe, tehát hogy kell küzdeni azért időnként a nézőkért, de hogy tulajdonképpen egy-két hullámvölgytől eltekintve kitartanak, és ott vannak a színházakban. És mindegyikben tulajdonképpen. Szeretitek magatokat megnézni tévében? Hogyha valamelyikötök filmje megy, vagy egy... Csak engem néz. Vagy egy szinkronja megy, és akkor azt mondod, hogy fú, milyen, azért ezt jól megcsináltam. Ezt a jelenet, ezt most nagyon máshogy csinálom. Ja, most magammal kapcsolatban. Nekem általában az utóbbi van, mint utoljára mondtál, inkább máshogy csinálnám. Ritkán vagyok elégedett magammal, visszanézem, valamit vissza sem nézek, de azért általában visszanézem, és azért érzem azt, hogy jó lenne rajta változtatni, ebből a szempontból jobb a színház, mert az legalább ugye képlékenyebb, ott mindig tud az ember változtatni. De azért visszanézem, csak elégedetlenem vagyok. Én sem, vagy élve én nem igazán szeretem visszanézni magam, mint ahogy egyébként a hangomat meghallom a tévében, akkor időnként a falat kaparom, és nem értem, hogy pedig hát több mint 30 éve csinálom mondjuk a szinkron, de mindegy, hála Istennek így van. De én örülök nagyon, nem mondom, hogy gyakran van, de előfordul, hogy kollégának nagyon tudok örülni. Például a Bélát abban a apukák, mik volt azok a vizék, mint a apákban például, abban én nagyon szerettem. Tehát annak úgy tudok örülni, hogyha egy-két kollega egy-két filmben olyan jól szerepel. Ha már nálad van a mikrofon, hányszor állítanak meg azzal, hogy csinálj úgy, mint a szamár? Hát, ha ezzel akarnak megállítani, akkor nem tudnak, mert akkor megyek tovább, de természetesen igen, hát ez az én keresztem, vagy jó, pozitív, vagy kellemes kereszt, de hát ez nagyon gyakran előfordul, igen. Ez bárhova megyek, néha én is meglepődöm, hogy csak azt mondtam, hogy egy kiló kenyeret kérek szépen, de már fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy maga nem csináljon úgy, mint a ló, igen, a magas szőkébe. Igen. A Bodrogi Gyula meséteit nem pont itt, de itt volt egy pár órával ezelőtt, egy korábban mesélte, hogy egyszer lángost kért a Balatonon. És egy ilyen gyerek fölnézett, hát te vagy a süsű. úgyhogy körülbelül ugyanez. Béla, te mostanában nagyon sok filmben játszottál főszerepet, ami nyilván nagyszerű, és gratulálok hozzá. Ott is van ilyen gyomor szorongás, mint a színházban, hogy film, hogy lesz, mint lesz. Igen, személy szerint hát mondhatja. Én örültem, igen, hogy most egy olyan időszak volt, amikor többet tudtam forgatni, de úgy voltam vele, hogy amikor megemlítették, hogy most ezt hogy éled meg, hogy mennyire fantasztikus. Én ebben is nem vagyok pesszimista, de ebben is úgy voltam, hogy úgyis lesz máshogy. Tehát eltérik egy bizonyos időszak, hol fenn, hol lenne, aztán meg kevesebbet forgat az ember. Hál' Isten, amiként vannak filmek, amúgy magyar filmek, nem mindig úgy aránylik el a pénz, így, ahogy kell, ahogy az kell, de mindegy. Szóval igazából
az ember néha szerencsés, néha nem. Szerintem majd jön olyan időszak, amikor megint forgatok, hogy tud forgatni az ember. Tehát ez változó. Ha már nálad van a mikrofon, neked hónap egy ilyen furcsa énekes feladatod lesz. Ez komoly lesz. Innen pár kerülettel odébb a Budapest Parkban, az micsoda? Hát 40 éves lett a... Igen. 40 éves lett a Katona József Színház, és az alkalomból kitalálták, hogy akkor mi fellépünk énekesek, zenészekkel, Csini babak számokat fogunk előadni abból a korból, de nem csak abból a korból, más korból is lesznek dalok. És hát este kezdjük ma 8-kor a Budapest Parkban, most már megvettek 8000 jegyet. Remélhetőleg jól el fogom tudni énekelni, én a Beszámem úcsot fogom énekelni. Spanyolul is, meg magyarul is, Fullajtár Andival. Kicsit izgulok, mert azért ez más, amikor 8000 ember ott van előtte. De egyszer volt ebben egy rész, volt egy ilyen élményem, amikor a Kis Pál koncert volt múlt évben Orfűn, és akkor szerepeltünk egy pár perc erejéig, és ott ráadásul völgy van, tehát azt érzed, hogy 8000 ember veled szemben iszonyatosan élvezik azt a zenét, hát azért az hatással az emberre. De jól fog sikerülni, főleg az utána majd a buli. Amikor túl vagyunk rajta. Akkor lehet, hogy ebből hagyomány lesz, hogy akkor így a 41. Hát ha nagy sikere való tekintetben. Ha nagy sikere lehet, én szerintem nekem ez az első és az utolsó. Nem, tényleg ott komoly zenészek is, meg énekesek is szerepelnek, mert akik azért nagyon jól énekelnek. Tehát nekünk ez egy ilyen, meg tudjuk csinálni, ez pont elég. Legalábbis nekem. Jóska, hogyha ugye nyilván azt a kérdést is mindig fölteszik neked, mert itt az érdeklődők biztos föltennék, ha itt lennének a helyemben, úgyhogy akkor én is fölteszem, hogy a Jim Carreynek is ilyen hangja van, mint neked? Vagy te csináltál neki ilyen hangot? Hát nyilván más, tehát nem alapvetően, tehát nem az, hogy én beszélek, nyilván más, tehát igen, hát én a saját, én az én hangomon beszélek, de hát a figurában próbálok utána menni, hát hangilag nem minden pillanatban. Tehát nem reprodukálom az ő hangját. És amikor így nagyon azonosítanak téged egy színésszel, vagy egy most esetben a Szamár hangjával, akkor végigfut-e benned, hogy de hát én annyi Shakespeare-t játszottam, meg Csehovot, meg sok mindent, és hogy akkor hogy mégis ez így megmarad az emberekben, miért nem a Csehov marad meg, vagy a Shakespeare? Hát figyelj, egy részben igen, de másfelől meg legalább valami nyomot hagyok. Tehát, hogy mondjam, ennél egy rosszabb lenne, hogy eljátszom a világirodalmat, és te meghalt a kerekes. Kicsoda? Azt sem tudom, hogy az kicsoda. Tehát így legalább... Nézd, az elég szomorú dolog, hogy amikor a szegény Sinkovics Imre bácsi meghalt, akkor azt mondták, hogy elment törpapa. Hát kikérem magamnak. Jaj, hát Istenem. Ő annál sokkal, vagy meghalt a tizedes. Hát ennél sokkal több volt. És ez jó, hát ez a bulvár is persze, hogy, igen, hogy igen. Valamivel föl kell a tömegigényeket serkenteni, de hát ő annál sokkal nagyobb színész volt. Az, hogy a törpapa az borzasztó. Hát igen. Igen, a tizedes az nem annyira, mert az egy, tényleg egy klasszikus nagy szerep, de a törpapa az kínos. Igen. De hát ezzel az ember úgy együtt él, hogy az is van, hát az a munkám része. Tehát a munkám egyik területe az a szinkron, a másik az meg a színház, a harmadik meg most éppen ugye, hála Istennek, az RTL-en futó sorozat, az nagyon népszerű, és nagyon szeretem. Tehát jó ott lenni, jó benne lenni. Kik voltak a legnagyobb példaképek, akikkel mondjuk színpadon álltatok, és azt mondtátok, hogy fölmentjék erre a színpadra, és Jézus Mária, én kivel leszek most egy színpadon? Hú, sok ilyen volt. Most csak eszembe jutott egy példa, amikor oda kerültem a Katonába, Kun Vili bácsival, Hauman Péterrel játszottam együtt, és Dosztojevszkijtől játszottuk az idiótát, a félkegyelműt, és a takarásban álltam, és ott állt mellettem Hauman Péter, és nagyon küzdött a szerepével, és nem tudom, szerintem egy hete lehettem ott körülbelül a színházban, és akkor rám nézett, és ez volt egy takarásban, rám nézett, és mit csinálják, hogy annyira rossz vagyok, mit csináljak? Szóltáltam, szinte főiskolás kérdés. Nézd, Péter! Szerintem jó. Mondtam, hogy szerintem, Péter, szerintem jó. Volt akár a Péter, de hát rengeteg. Jaj, Máté Erzsi, igen, pont akartam mondani, hogy most ment a drága Máté Erzsi, kikkel voltam, de most is akikkel ott vagyok, Gábortól kezdve, vagy a fiatalabbak. Én igen, most már hát fiatalabbak, én meg már 20 éve ott vagyok a színházban, tehát akik most már fiatalabban, ők is szinte egykorúak velem. De rengeteg olyan ember volt. Meg akár filmen, most a Boldogi Gyuszi bácsi is eszembe jutott, amikor forgattuk a Seveledet, és akkor Cserhami Györgyen ketten voltak a szomszéd. Hát az velük találkozni, ez egy nagyon nagy élmény volt. Meg Básti Julival is szerepelni benne. Na, akkor mindjárt Jóska is elmondja ugyanezt, de akkor erre van még egy kérdésem, hogy
az, akik most érkeznek a főiskoláról, és mennek a katonába, azok az, hogy a Mészáros Bélával játszom. Szerintem nem. Tényleg már ez, ugye hosszan lehetne beszélni. Nem kell ez ügyben álszerénynek lenni. De nem, tényleg nem. Lehet, hogy egy-két fiatal mondja, hogy de jó, vagy meghallgatja a véleményemet valamiről, vagy tudunk vele beszélgetni. De én közvetlenebb is vagyok ebből a szempontból. De szerintem azért nincs ez. Én legalábbis nem érzem annyira, hogy jól titkolják. Jóska? Én most séróból próbálom cáfolni a Bélát, mert biztos, hogy így van, csak mi ezt nem veszük észre. Ezt sokszor mondják, vagy utólag merik bevallani, hogy de, csak ők ezt nem, ahogy te nem mertél hangot adni a Péternek, hogy hát, dehogy nem, hát fölnézek rád. Ugyanígy vannak fiatalok, biztos egyébként, csak mi már most másként éljük meg. Hát én meg mondtam, hogy a Nemzetibe kezdtem, hát ott most mondtam a Margitkát, mondtam a Szemes Marit, hát ott Besenyei, Agárdi, Kállai, Sinkovics, hát egyik nagyobb volt, mint a másik, hát azt se tudtam, hogy tényleg az ember bement a büfébe, vagy később például nekem is volt a Péter Haumann, a játékszínpen játszottunk. És az a színpad tanultatok tőlük többet, vagy a büfében? De nem véletlenül kérdezem. Figyelj, ez így... Mert hogy emberileg is ezek nagyon fontos, igen, kapcsolatok de... tudnak lenni, ami aztán a színpadon valahogy... De én azt gondolom, hogy ez teljesen együtt van. Tehát ez nem úgy van, hogy itt meg ott, hanem a kettő együtt. Mert hogyha láttam valamit a színpadon tőle, és ahhoz ő akarva, nem akarva, véletlenül vagy direkt olyan anekdotát vagy kommentárt fűzött a büfében, akkor a kettő összefügg, és az ő lényük, akár a Gyuszi, Bodogi Gyula, vagy a Péter Haumann, ők együtt vannak, tehát az együtt az a személyiség számítna. Érthető volt, amit akartam dadogni? Nem. Igen, abszolút érthető volt. Egyébként a Sinkovicsról van egy ilyen sztori, hogy valamelyik maklári a kettő közül mondta neki, Sinkovics nagyon kószált a Nemzeti Öt, nagyon le volt verve, és mi bajod van, Imre? Hát rosszat írt rólam a kritika. Jézus, Imre, te azt is elhiszed, ha jót ír. Szóval ti figyelitek-e a kritikát? Hát mondanám azt, hogy hazudik, van egyáltalán. Igen, meg kérdés, hogy van-e? Meg a jó kritikuság, mert miről írt, mert általában a kritika arról szól, hogy elmondják azt, amit láttak a nézők. Tehát igazából azt mondanám, mert nem elemzi a szerepet, a színésznek is kellene. Engem annyira nem zavar, nem is szoktam nagyon olvasni, tényleg nem annyira. Valamit meghallok, hogy valamikor már átment több emberen keresztül, és elmondják nekem, hogy olvastad-e azt, akkor elolvasom, de nem. Tehát emlékszem, oda kerültem a színházhoz, egy-két év telt el, és akkor olvastam nagyon sok kritikát, és több oldalon, nem egy vagy két ember írta, hogy ez a két tehetségtelen ember, Nagy Ervin meg a Mészáros Béla, mit keres a katonában. És akkor azt mondtam, jó, akkor próbálom ezt most egy kicsit, igen, próbálom függetleníteni magam, de nem annyira olvasom. Tehát nem. Jóska? Amikor meg én kezdtem, hát ez a köztünk levő csak tényleg pár hónap, hogy hát de akkor még volt írott sajtó, és volt például esti hírlap. Hát én, mikor jöttem itt a Fehérvár úti piac sarkán, ott volt az újságos, és vártuk, hogy megérkezzen a zöld robur, vagy barkasz, a zöld barkasz hozta a posta, és délután 3-2-kor, vagy mikor jött össze spárgázott esti hírlap csomagot, és ott álltunk sorban, és akkor 80 fillért adtuk oda, vagy ez 1 forint, mert akkor az jó volt. Amikor 1,20 lett az esti hírlap, akkor ráfaragtak az újságosok, mert nem nagyon volt jatt, mert azt az ember a 20 fillért kiszámolta, a 80 fillérnél jó volt, mert 1 forintot adtunk, de jó van, a többi az övé. Na mindegy, szóval, hogy az esti... Ott az 1,20-at, jó van, maradjon. Persze, maradhat. Jó, majd a szülészeten tudod, 3,60 maradhat. Jó, hogy a... Tehát a jókor mondod, mikor apuka lesz. Mondom, most már csak, hogy tudjon, mi lesz a szülészeten. Szóval, hogy akkor, amikor kezdtünk, akkor az esti hírlapot mi rohantunk, szívdobogva vártuk a hétfői esti hírlapot. Beszél, hogy MGP mit fog írni az a Népszabadság. Igen, Népszabadság, de hogy az esti hírlapban a Barabás Tamás, a Mordvai, a Fencsik Flóra, hogy Bernát László, de hogy hétfő, ez úgy, mint ahogy mi mai napig a Broadway-n megvan, hogy várják a másnap hajnali számot, mert ott megjelenik a kritika. Tehát ma már nincs ilyen friss blogbejegyzések vannak, amit az a pár ember olvas, aki a blog vadász, és akkor ő meg a kíváncsi arra, hogy XYZ mit írt, de ma már ez nem, az esti hírlapot vették rengetegen. Tehát az a fájó tudott lenni, hogyha egy esti hírlapban szombaton megvolt a bemutató, és hétfőn azt írták, hogy ki ez a tehetségtelen barom, mert nem csak én olvastam, hanem az több százezren. No, szóval én nagyon élveztem a beszélgetést, folytattam is volna, de azt hiszem, hogy nagyjából ennyi idő jutott nekünk. Hölgyek és urak, nagyon szépen köszönjük.
Mészáros Béla, Kerekes József,